A díszlet az 1960-as évek New Yorkját varázsolja elénk. Frank William Abagnale, akit Jenővári Miklós játszik, egy átlagos tinédzser egészen addig, amíg egy nap apja adó problémáit és anyja szerelmi viszonyát követően el nem szökik széthulló családjától, hogy sajátos karrierbe kezdjen. Mindig más alakot öltő, zseniális szélhámos lesz. Csekket hamisít, másodpilótának, orvosnak és ügyvédnek adja ki magát. Frank brilliáns, üstökösszerű pályafutása az egyik legjobb, csalásokra szakosodott FBI ügynök érdeklődését is felkelti. Az ügynök I.S. Ákos alakítja, üldözni kezdi a fiút, és az izgalmas párbaj mélyén egyre több szál köti őket össze. Ez a musical története, amelyet Horváth Illés rendez. A próba folyamat nagyon sokszor nagyon kellemes, üde és sok nevetéssel tarkított volt a vége fele, amikor már közeledett a premier dátuma, és egyre nagyobb lett a gépezet, mert megérkezett, összereztettük a zenekart, a tánckart, a színészeket, a jeleneteket, a világítást, a videotechnikát, és azt a számos dolgot, amiből áll egy ilyen előadás, akkor természetesen nő az emberekben a feszültség, olyankor vannak konfliktusok, és ez óhatatlan, azt megfelelően kell kezelni, gyorsan tovább menni, alapvetően nagyon szeretni egymást és együtt csinálni egy nagyszerű dolgot. A több Tony díjra jelölt zenés játék kiemeli a váratlan és érzelmes fordulatokban egyaránt bővelkedő, szellemes történetet, zenei anyaga dallamos és magával ragadó. Horváth Illés, a teátrum művészeti vezetője, az idétlen időkig után másodszor állít színpadra ősbemutatóként egy Broadway musicalt. Volt olyan a próbafolyamcsán, amikor bennem az egy frusztrációként jelenik, hogy hú, lehet, hogy azért nem mutatták még be soha, mert ez nem elég jó, de hát aztán utána látom, hogy mit csinálunk, és megnyugszom. Sőt, egy érdekes dolog, hogy most már arra az se tud engem feszélyezni, hogyha valami valahol máshol nem volt siker, mert mit csináljuk. A darab főszerepét Jenővári Miklós alakítja. Partnerei többek között I.S. Ákos, Mészáros Árpán Zsolt, Nagyidai Gergő, Jenei Judit és Horváth Margit. A nagyszabású produkciót a tervek szerint hosszú ideig színpadon tartja majd a teátrum.